Sziasztok! Ma az utolsó selfie terméket fogom nektek megmutatni, amit berendeltem. Ez egészen pontosan a mi kis makaronos Whey Notunk, amit bevallom, egy kicsit csalás lesz már, bár első kóstolás már most fogom fölbontani. Ugyanakkor a Ramival való közös edzéseken részt vettem én is a V30 központban, és akkor ott már volt lehetőségem ezt a francia makaronézű fehérjeport megkóstolni, és isteni finom volt emlékeim szerint. Úgyhogy kicsit újdonság is lesz, mert már nagyon rég volt ez, és alig emlékszem, viszont nagyjából tudom viszont itt már, hogy mire számítsak. Mindjárt jól meg is kóstoljuk. Szokásos szép hajtogatás. Nyitni. És bevallom őszintén, hogy azok az edzések, amik ott személyesen voltak, nagyon-nagyon-nagyon meghatározóak voltak nekem, és nagyon szerettem őket. Ú, de jól néz ki! És ott a kanál. Mindig ott a kanál, ezt nagyon szeretem. Ezt félrakom. De jól van. A mánadarabok nagyon jól látszanak benne, csak az a baj, hogy nem tudom nektek megmutatni, nem tudom mennyire látszik, vagy nem látszik. Valószínűleg sem ennyire. A vizet előkészítettem, úgy néz ki, hogy az egy adagot, ami 30 g, 250 ml hideg vízzel kell elfogyasztani. Na nézzük. Óriás kanál. Itt maga a por egy kissé csomós. Gondolom a sok darabka miatt. Hol vagyok? Itt vagyok. Eltévesztettem a fedőt. Viszont szerintem ezt a csomós állagot meg fogja itt oldani nekünk ez a séker. Jó alapos rázást követően. De jó színe van. Nagyon tetszik egyébként, azt megfigyeltem, hogy jellemzően olyan színű, amit inni fogsz, mint amilyen a doboz csomagolása. Ez esetben ugye például ez a rózsaszínes szín tökéletesen visszaköszön a fehérje porunkon. És nekem ez nagyon-nagyon tetszik, hogy színvilágban is tudod, hogy mire számíthatsz a csomagolás alapján. Na nézzük. Jó habos. Hú, nagyon jó illata van. Valami nagyon finom gyümölcsös fagylaltra, egy kellemes gyümölcsös fagylaltra hasonlít nekem leginkább az illata. És az íze is. Hogyha nagyon hideg vízzel csinálnám, akkor olyan lenne, mint hogy kellemes gyümölcsfagyit fogyasztanék. Az állaga nem vizes, de nem is sűrű, tehát hogy érezni, hogy porból van kikeverve. Hát fehérje állagú igazából, mint amilyen egy fehérje por lenni szokott. És érezni benne a náladalagokat, ami nagyon-nagyon finom. Nagyon jó. Nagyon jó ízű. Ezt tényleg bátran ajánlom ezt is nektek, mert nagyon finom. Ez is olyan, hogy hosszú távon fogyasztható, mert nem az van, hogy eltelít és egy nagyon erős íze van. A vitaminhez és a többi gyengébb ízvilágúhoz képest ez a fehérjepor, a francia makaronos fehérjepor az mindenképpen erősebb és édesebb ízvilágú, intenzívebb ízvilágú, viszont fehérjeporként fogyasztva mondjuk egy étkezés helyett teljes mértékben el tudom képzelni így hosszabb távon néha napján. Nekem nagyon tetszik, igazából azt kaptam, amire számítottam ugye a korábbi kóstoló alapján, és bátran ajánlom nektek ezt az ízt. Elnézést kérek, hogy így ezekkel a videókkal megcsúsztam és lemaradtam, és az utolsó csak most így a program vége után nem tudom feltölteni nektek, úgyhogy igazából köszönöm szépen a türelmeteket, köszönöm szépen, hogyha megnéztétek a videókat és tudtatok belőle meríteni ötletet, vagy tudtam tanácsot adni a választás során, hogyha mondjuk vásárlás előtt álltatok. és Ramiéknak is, és mindenkinek az egész csoportban, a SelfBump csoportban. Nagyon szépen köszönöm a támogatásotokat, tényleg így is kamerán keresztül. Nagyon-nagyon sokat jelentett nekem ez a 30 nap, és nagyon remélem, hogy valamilyen formában folytatjuk egy picit az aktivkodást így a csoportban, illetve remélem, hogy Ramiék hamarosan készülnek valamilyen más programmal még, ahol újra tudunk találkozni. Nagyon szépen köszönöm tényleg mindenkinek mindent, köszönöm, hogy megnézted ezt a videót is, legyen nagyon szép napod, és érezd jól magad. Nyugodtan próbáld ki ezeket a termékeket, mert őszintén mondom, hogy nagyon finomak és nagyon jó. És hát ennyi. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, szervusztok!